Már csak pár pillanat is kezdődik a heti tévé reggeli ébresztő műsora, a Pirkadat. Ön a Pirkadatot, Magyarország legújabb reggeli műsorát látja. Élőben a stúdióból jelentkezik Brajer Péter. A Pirkadat mai vendége... Virág Andrea, pártpreferencia felmérés Budapesten, a Republikan Intézet kutatója. Hallotta előző vendégünkkel a semmi bevezető hídon, és én meg vagyok győződve róla, hogy ez biztos mindenkinek hoz szavazat, akkor nézzük, mit kutatott és milyen eredményekkel. Igen, mi a Republikan Intézetnél egy 800 fős telefonos kutatással vizsgáltuk a budapestiek pártpreferenciáját, és emellett felmértük, hogy mik azok a legfontosabb budapesti ügyek, amik a választókat foglalkoztatják, illetve hogy ezekről természetesen mi a véleményük. A pártpreferencia kutatásból az derül ki, hogy ma Budapesten többen szeretnének 2018 után egy baloldali liberális kormányt, mint ahányan a Fidesz kormány folytatását. Ebben nincs meglepetés, igen. Ugye, hát azért, hogyha az országos átlaghoz képest nézzük, akkor persze ez annyiban meglepetés, hogy az országban messze vagyunk még egy kicsit attól, hogy ott is többségbe kerüljenek azok, akik baloldali liberális kormányt szeretnek, de Budapesten azért ez mindenképpen egy bíztató adat, hogy azt látjuk, hogy 35%. A liberálisoknak. Igen, igen, minden esetre igen, hogy 35%. Mindenkit képviselünk, igen. Mindenkinek biztató. Tehát itt többségben van ez az oldal. Az, hogy többségben van, az abból táplálkozik igazából, hogy ennek az oldalnak a kisebb pártjai, mint a Momentum, a DK, Kétfarkú Kutyapárt, vagy akár az LMP, erősebbek tudnak lenni a fővárosban, mint a teljes országban. Ugyan a szocialista párt Budapesten is egyértelműen a ellenzéki oldal legerősebb pártja, de az ő támogatásuk nagyjából megfelel az országos átlagukhoz. Átlaguknak, ami a nagy különbséget adja, az az, hogy például a Momentum és a DK a pártválasztók körében 9%-ra mérhetőek, ugye ez magasan meghaladja. Tehát azt mondja, hogy a Momentum és a DK ugyanaz az eredményt hozták Budapesten? Igen. Ez igen. Nem meglepő? Annyiban nagyon meglepő, igen, hogy a Momentum az ugye egy viszonylag fiatal párt, és azt látjuk, hogy nagyon gyorsan Budapesten egy nagyon erős bázist tudott kiépíteni, tehát elérte a DK... Van valami DK... adat arról, hogy vajon vidéken mit tudnának elérni? Ugye az ország... Akkor se ez nem volt... Az országos kutatásainkból az látszik, hogy a teljes országban, a teljes népességben 1-2 a pártválasztók körében mondjuk 3-4%-on állnak, tehát ott... közelítenek. Ez egy Budapest-centrikus pártnak tűnik. Egyelőre igen, budapesti, és ezen belül is egy fiatalos pártnak tűnik nagyon. Vizsgáltuk a választók, a különböző pártok korcsoportonkénti összetételét például. A Momentumnál azt látjuk, hogy a szavazók 56%-a a 18-39 éves korosztályból kerül ki. Ez rendkívül magas arány, hogy egy pártnak ennyire fiatalos legyen a szavazóbázisa. És ez azt is magával vonza egyébként, hogy talán a januári kutatásunkban mutattunk korcsoportonkénti bontásokat a teljes országos pártpreferenciát nézve, és ott abból egyértelműen az derült ki, hogy a baloldali liberális oldal inkább a nyugdíjas szavazókat tudja megszólítani, ott elég erős, ugyanakkor a fiatalok körében azért vannak problémák, ott nem igazán tud erős lenni ez oldal. Bombaként robban. És ez Budapesten, ez abszolút nem így van. Ez minden valószínűség szerint a fiatalosabb Momentum, vagy akár talán az LMP-nek tudható be, hogy itt Budapesten a korcsoportonkénti támogatottság kiegyenlített. Az LMP akkor hogy áll most? Az LMP a pártválasztók körében 6%-on áll, tehát Budapesten ők is jobban állnak valamivel, mint az országos átlag, de talán a Momentum és a DK, ami kiemelkedik itt. És a Párbeszéd mit tudott teljesíteni? A Párbeszéd 2%-on áll a pártválasztók között. Ott mondjuk azt láttuk, és ebből nem a budapesti kutatásból, de mondjuk egy országos kutatásból, hogy a Párbeszéd a Republikan Intézet kutatásai szerint azért hosszú ideje mérhetetlen volt. Most amióta Karácsony Gergely miniszterelnök jelölt lett, most megjelent újra a Párbeszéd. És hát elkezdenek fölébredni. Igen, egyelőre tendenciáról azért nem beszélhetünk, mert azért ez egy viszonylag friss adat, még nem állnak rendelkezésünkre több hónapos adatsorok arra, hogy erről beszéljünk, meg kell várni még a júliusi, augusztusi adatokat arra, hogy ez tendencia vagy nem. Nem számít arra a kérdésre, amit most fogok kérdezni, de például egy új párt, mint a Gémesi pártja, mérhető ma már? Mi nem tudjuk mérni ezt a pártot egyelőre, úgyhogy nálunk nem.
De rákérdeznek egyáltalán? Próbálnak adatot gyűjteni? A lista szerint, tehát hogy amiket felsorolunk, vagy illetve mutatunk a válaszadóknak pártokat, ott nem rakjuk bele ebbe a listába. Nem szeretik őket? Nem erről van szó, hanem... Statisztikai okok miatt? Igen, főleg ugye így is nagyon sok pártot felsorolunk, nagyon sok pártból lehet. Mi szerint döntik el, hogy kik lesznek rajta a listán, vagy kik nem? Ugye főleg az alapján, hogy minek van igazából realitása, hogy nem a hírérték alapján, hanem hogy melyik pártok lesznek tényleg azok, amik mérhetőek. Ugye, hogyha a Gémeség pártját beraknánk, biztosan lennének páran, akik őket választanak. Ugyanakkor van egy egyéb opció, ahol a választó megnevezhet pártot. Tehát van lehetősége. De ott nem nagyon nevezik meg. Ott nem. Tehát van lehetőség. És a két farkuk például? A két farkut most Budapesten abszolút beraktuk a pártok közé, és látszik, hogy jóval erősebbek Budapesten, mint a teljes országban, tehát ők is ilyen 3% környékén vannak, a pártválasztók között 5%, szóval Budapesten egy elég komoly tábora van. Akkor nézzük, hogy a szélsőséges pártok közül, ha bár nem is tudom miért mondom, hogy pártok közül, hisz csak a Jobbik van ilyen, radikális párt, ők hol tartanak? A Jobbik nem tudta növelni Budapesten a támogatottságát, továbbra sem állnak jól. Hogyha azt kérdezzük, hogy milyen kormány szeretne az adott válaszadó 2018 után, ott 11% mondja azt, hogy egy vonakabinetet szeretne. Ha viszont a konkrét... Ez országos szinten vagy... Nem, ez Budapesten. Ez Budapesten van, ez a 11%. Tehát akkor Budapesten a 11%-ával a vonaféle kabinet megveri a Momentumot? Meg a DK-t, meg a szocialistákat? A szocialistákat nem, hogyha a konkrét pártpreferenciát nézzük, ahol ugye már pártokra lebonthatjuk a dolgokat, akkor a szocialista párt 10%-on áll az összes budapesti körében, a Jobbikot 7%-on van az összes budapestiben, és ebben a teljes népességben, ha nézzük, akkor a Momentum és a DK 5-5%-on. Nagyon köszönöm, akkor nézzük, hogy mik a budapesti ügyek önök szerint. Ugye, ami egy kétségtelenül nagyon fontos ügy, és az előbb is volt erről szó, hát az a 3-as metró, ugye? Hogyha megkérdezzük a válaszadóktól, hogy mennyire értenek egyet azzal, hogy a 3-as metró életveszélyes, és a felújítása nem várhat, erre óriási többség a budapestiek 4/5 azt válaszolta, hogy ezzel egyetért. Ez a leginkább olyan téma az általunk megkérdezettek közül, amiben egy irányba válaszolnak a szavazók, tehát nem oszlanak meg a vélemények, és az is nagyon fontos, hogy itt pártpreferencia mentén is ugyanazokat látjuk, tehát nem gondolnak jelentősen mást erről a Fidesz szavazók, a Jobbik szavazók, illetve a baloldali liberális választók. Mindenki azt gondolja, hogy a 3-as metró ugye nagyon fontos, és fel kell újítani. Ami szerintem egy nagyon érdekes témacsoport volt, és vizsgáltuk, azok az ilyen, a városvezetésnek most az ilyen kiemelt fejlesztési tervei, úgy mint mondjuk a Puskás stadion, vagy a Városligetben felépülő múzeumi negyed. Itt nagyon érdekes látni, hogy még a Fidesz szavazók sem feltétlenül értenek egyet a városvezetés elképzeléseivel. Tehát például az, hogy a Puskás stadionra érdemes budapesti forrásokat áldozni, azzal az összes budapestinek... De hát a Puskás stadion az nem egy fővárosi beruházás, az egy országos beruházás. Igen, csak hát ugye budapesti ügy, tehát hogy ez a budapestieket Értem. Azért eléggé érinti. Itt még a Fidesz szavazóinak is csak az egyharmada mondja azt, hogy erre érdemes forrásokat áldozni. Jóval többen vannak, akik szerint nem. A Városliget az egy érdekesebb történet, ott a baloldali liberális és a Jobbik szavazók egyértelműen elutasítják az egész elképzelést úgy, ahogy van, nem jó ötlet az, hogy a Városligetben legyen egy múzeumi negyed. A Fidesz szavazók ugyanakkor magát az elképzelést támogatják, tehát nagyjából 60%-uk azt mondja, hogy ez egy jó ötlet, és legyen a Városligetben múzeumi negyed, de ha arra kérdezünk rá, hogy érdemes-e, vagy hogy a város fejlődésének az érdekében elfogadható-e, hogy például fákat vágjunk ki, azt a fideszes szavazók is elutasítják, és abszolút kisebbségben van az a vélemény, hogy igen, elfogadható. Tehát itt azt látjuk, hogy a Fidesz szavazók magával az elképzeléssel egyetértenek, de a módszerrel már nem. Akkor nézzük most búcsúzóul meg, ugorjunk vissza a százalékokra, hogyha a demokratikus ellenzék összes kis és nagyobb pártját összeadjuk, megvan nekik Budapesten a 2/3? A demokratikus ellenzék kisebb-nagyobb pártjait, hogyha mindet összeadjuk, szerintem úgy sincs meg a 2/3, de azt hiszem, hogy Budapesten
arról, hogy kétharmad vagy nem, ugye ez nyilván egy ilyen számszerűleg egy érdekes dolog, ugyanakkor ugye ez Budapesten, ugye arról lehet beszélni, hogy az ellenzék meg tudja nyerni a választókerületek kétharmadát. Az egy érdekes kérdés. Erre egyébként azt mondom, hogy igen, tehát egy jó kampánnyal, jó jelölt állítással meg lehet nyerni Budapesten szinte minden kerületet, tehát a kétharmadát is meg lehet nyerni, de ugye nincs egy ilyen önálló budapesti testület, amit választunk, ahol izgalmas lenne, hogy megvan-e a kétharmad, vagy nem. Ugye ez országosan kell nézni, ott azért messze van az ellenzék. Akkor mindjárt megnézzük, hogy reagál mindenre. Már itt van az előtérben Gyénémet Erzsébet, a DK budapesti képviselője. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, kedves nézőim, az elmúlt percekben Virág Andrea kutatót a Republikon Intézettől látták, hallhatták, és az érdekes eredményeket a nap folyamán még megismételjük. Köszönöm, hogy rendelkezésünk rá, és visszavárjuk, és akkor már is folytatjuk tovább Gyénémet Erzsébettel, a DK budapesti képviselőjével.